Mivel táplálkozhatnak szerintetek? Gyümölcsökkel, zöldségekkel, magvakkal, és hoztam egy kis magvat. Ti fogjátok őket megetetni, egy kis mazsolával, egy kis mandulával. Sokat nem adunk nekik, mert nem akarunk dagémakikat. Jó? És mindjárt megetetjük. Játszva tanulnak a gyerekek a nyíregyházi zósuliban. Ebben a speciálisan kialakított kifutóban a kattákat, más néven gyűrűs farkú makikat ismerhetik meg közelebbről. Nem csak megfigyelhetik az állatokat, meg is etethetik őket. Fontos azonban, hogy a különösen barátkozó természetű állatokhoz nem nyúlhatnak a gyerekek. Látjuk mi is azt, hogy a délelőtt az mindig aktívabb, mindig állatosabb, akkor még jobban szívják magukba, mint a kis szivacsok a tudást. Délután játékosabb, kézműves foglalkozásokkal, vetélkedőkkel, ami a legeslegfontosabb, hogy a gyerek jól érezze magát, tehát rengeteg állatos elem van, és nem is veszik észre, hogy játékos formában mennyit tanulnak. Visszatérő vendégeink, gyerekeink is vannak, és büszkén mondják, hogy biosz vagy környezettan órán, ők már ezeket az információkat tudták, szinte nem is kell tanulni már az iskolába, mert mindenféle hasznos dolgot megtanulnak itt a zósuli keretei között, úgy, hogy nem is sejtik. Én nem tudom őket megkülönböztetni, csak a nevüket tudom. Bogi, Vanessa, Laura, Camilla és Kiara. Viszont ők pontosan tudják, hogy ki kicsoda, és képzeljétek el, hogy minden sziráknak a mintázata különböző egyébként, ugyanúgy, mint nálunk az ujjlenyomat. Míg az egyik csoport a makikkal, addig egy másik csapat az állatpark zsiráfjaival ismerkedik. Mindkét kifutó az Afrika panorámához tartozik. A tematikusan összeállított foglalkozásokon kontinensenként mutatják be földünk élővilágát a gyerekeknek. Az ismeretátadáson túl fontos hozadéka a tábornak, hogy egyfajta terápiaként is hat az iskolásokra. Ami nagyon fontos, hogy sosem erőltetünk semmit, megvárjuk mindenkinek az egyéni igényeit, hogy mennyire szeretne nyitni az állathoz. Ha például a makikhoz megyünk, lehet, hogy ő először még csak kívülről szeretném megfigyelni, a többiek hogyan dolgoznak, gondoznak állatokat, később pedig egy nevelő segítségével megyünk be hozzájuk, de ennivalót nem adunk a gyermek kezébe, hiszen akkor ráugrik a maki. Tehát szépen lépésről lépésre lehet megszerettetni, megtanítani az állatok nyelvére őket. A táborba sokan visszatérnek. Van, aki általános iskolásként járt ide, majd később önkéntesként vagy diákmunkásként vállal itt szívesen feladatot.